Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az a gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, hiszen lényegében többnyire szerelmi témákról van szó. Persze felteheted a kérdést, hogy mi várható a munkahelyen, vagy az anyagiakat illetően, vagy a családban. Ezt is megtekinthetjük a horoszkópban és a kivetésnél is. De most visszatérnék erre az általános jóslásra. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a kert, vagy ez a park, ez jelenteti a kerti munkát is, ami örömteli számára. Ez a kép szimbolizálja a nyilvánosságot is, az elismeréseket, amikor mások észreveszik őt, és ez az ő elvárása, és itt látható, hogy ez szerencsét hoz számára, meg lesz az elismerés. Hogyan érzi magát? Itt a hold jelentheti az anyukáját, vagy az anyai témákat. A koporsó utalhat ugyan halálesetre, vagy örökösödési ügyre is, de mint mindig minden kártyánál ennek is van szimbolikus jelentése, hogy lezár valamit, vagy visszatekint a múltba, amikor régi témákról van szó. Itt vagy az anyukáját jelenti ez a kártya, tehát lesznek gyermekkori emlékek, vagy a hold jelentheti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és ő lezárja a félelmeket, a bizonytalanságokat, és megvan a hit abban, hogy ez az elképzelés, ez az álom megvalósulhat. Mit fog tenni? Itt ő jelenik meg, mint egy király, tehát megvan a magabiztos fellépése, megvan a hite, hogy itt lesz elismerés, szerencse, egy szerencsés fordulat, a régi emlékek, ami fájdalmas volt, az lezáródik, és itt látható a virágcsokor, ami jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy kellemes meglepetést, egy meghívást, vagy egy szép környezetet. Mi fűz össze benneteket? A hűség, de a barátság is. Ez nem jelenti azt, hogy jó barátok vagytok, ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet a szerelem, akkor a kutya jelenti a hűséget, hogy ő hűségesen ott marad nálad, ott marad melletted, sőt, itt a virágcsokor jelenti a te nőiességedet, tehát ő észrevesz téged, mint hölgyet, hiszen megvan nálad is ez a fellépés. A kutya jelentheti azt, hogy úgy barátilag közeledik hozzád. Én úgy érzem, ez egy párkapcsolat, hiszen itt érzelmekről is van szó, megjelenik a nyilvánosság, ez a kellemes meglepetés, majd ő irányítja a dolgokat, olyan barátilag közeledik hozzád. Lehet, hogy itt lassan alakul majd ki valami, mint például egy párkapcsolat. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!